A megye nemzetiségi általános iskoláiból érkező diákok mérték össze tudásukat a baranyai német népismereti versenyen Hímesházán. A feladatok helyes megoldásához az elméleti tudáson kívül gyakorlati ismeretekre és sok kreativitásra is szükségük volt a felső tagozatos tanulóknak. Az osztályfőnökünk nekünk egyben a német és népismeret tanárunk is állított nekünk össze ilyen learning apps-es gyakorló feladatokat, rengeteget gyakoroltunk, és így az osztályból, akik a legjobbak, illetve a hatodikból, akik a legjobbak, azt választotta ki. És összeülni nem volt sajnos lehetőségünk, de így német meg népismeret órán elég sokat gyakoroltunk. Szerintem sikerült elég jól felkészülnünk. Eddig 3 hibátlan, és az egybe csak 8-at tévedtünk, úgyhogy egész jók vagyunk eddig. Szerintem a kvízes volt eddig a legnehezebb, mert volt egy-két szó, amit nem igazán értettünk. És az első, meg a második, ahol dominózni kellett, illetve össze voltak keverve a betűk és kihozni belőle a helyes szót, szerintem az volt a legkönnyebb eddig. A mohácsi tankerület 4 évvel ezelőtt szervezte meg először a baranyai német népismereti versenyt. Tavaly azonban a pandémia miatt elhalasztották a fordulót, így most nagy örömmel érkeztek a tanulók és felkészítő tanáraik is a megmérettetésre. Állomásokon haladnak végig a tanulók, és ott segítik a kolléganőim is a munkát, és hát egy vidám délután keretében felszippantják tulajdonképpen a népismereti ismereteiket, kibővítik azokat, megtapasztalják. Nem tudom még a konkrét feladatokat, arról majd a kolléganőm beszélni fog, de nagyon szórakoztató kis délután szokott ez lenni. A gyerekeknek 3 fős csapatokban indulnak, 9 iskola képviselteti magát a mohácsi tankerületből, úgyhogy egy igen nívós, és, de ugyanakkor szórakoztató rendezvénynek nézünk elébe. A versenyt minden évben az előző évi győztes iskola rendezi. 2019-ben Vókányban a Hímesházi Általános Iskola csapata bizonyult a legjobbnak, így a helyi német munkaközösség tagjainak áldozatos munkájával valósulhatott meg az idei színvonalas rendezvény. 9 csapat jelentkezett a versenyre, 11 állomáson fognak végighaladni, 3 témakörben állítottuk össze a feladatokat. Az első témakör a sváb konyha, itt a különböző berendezésekről kell majd egy-két dolgot tudniuk. A második témakör a falvédők, törölközők témakör, és a harmadik pedig a régi szakmák, foglalkozások. Különféle játékokat állítottunk össze, lesz rimino játék, puzzle összerakás, akkor szókártyák párosítása, régi falvédőkről, törölközőkről kell szöveget elolvasni a versenyzőknek. A résztvevőknek színes nemzetiségi műsorral kedveskedtek a Hímesházi diákok.